konferencnek hívnak, és 1953-ban születtem, tehát nem mai gyermek vagyok, aki elég régóta építészettel foglalkozik, mert becsületes szakmám az építész üzemmérnök, magán terveztem, és a Veszprém megye állami építőipari vállalatnál voltam főépítésvezető. Hát végig jártam a ranglistát, művezető, építésvezető, főépítésvezető, tehát az volt az első nagyvállalat, amit Magyarországon építőipari nagyvállalatként megszüntettek, szanáltak 1987-ben, de én már aztán megvárva 85-ben pályát módosítottam, és akkor az állami biztosítónál kárszakértőként helyezkedtem el, mert ott kerestek építész, felsőfokú végzettségű szakembert kárszakértőnek. És a sorsfintele az volt, hogy 1985. augusztus 15-én a földrengés napján, ami Berhidái epicentrummal történt meg, pont az nap léptem be az állami biztosító kötelékébe, és úgy tűnt, hogy előtte még úgy tűnt, hogy néhány hét betanulási idő lesz meg hónap, hát aztán gyorsan a fényképezőgép az oldalamra került, és mivel a vállalati szövetkezeti osztálynál dolgoztam, egyből bekerültem a mélyvízbe, és már a különböző kereskedelmi szövetkezeteknél, ipari szövetkezeteknél, illetve már nagyobb cégeknél is rendeztem a piti nitrogénművek így bezárólag a cégeknél földrengéskárt. És ez a mélyvízet sokat segített. Az épületkárokkal kellett foglalkoznom, mert a szakmámhoz hűtöttem maradni, mellette magánterveztem is, és szőlőt is műveltem, 1504 szögölt bélet szőlőm is volt, tehát azért kihasználtam a fiatal energiámat. Nem lazsáltam, majd az idő haladtával és a tapasztalatok gyűlésével elértem azt, hogy átkerültem a Hungária biztosítóhoz, már ott már a megyei műszaki kárrendezést vezettem. A rendezés vezetése azt jelentette, hogy itt az összes kárszakértő épület, építész kárszakének nem a gépje. Ültek és az én felügyeletem alatt. Akár rendezést illetőleg, mert az országos revizori vizsgálat a legkiemelkedőbb megyei kárszakértő ezt a tevékenységünket. Utána már üzleti területre is kerültem, mert a kolónia biztosítóhoz érdekes módon a sorsfintora kapcsán az állami biztosító volt igazgatója hívott át, mint helyi képviselőt. Azt a negyed év alatt megcsináltam az éves tervemet, nagy cégeket, állami gazdaságokat, biztosítását sikerült beszerveznem akkor a kolónia biztosítóhoz, ami német tulajdon volt, 1990. november 7-én, ez is egy jeles dátum volt, kerültem át oda, és 99. szeptemberig ott dolgoztam ennél a cégnél, de legvégén már régió igazgatóként tevékenykedtem, és hát 4 megyét vezettem, tehát azért valami úgy néz ki, hogy sikerült karriert építeni ebben a szakmában, az építészet elhagyása mellett, illetve részbeni elhagyása mellett. Jelenleg, ahol most is vagyunk, az Agape 2000 biztosítási alkusz és tanácsadó Kft.-nek vagyok az egyik ügyvezetője és szakmai vezetője. Ez a tevékenység, ez most már 18. éve, 99-től folyamatosan veszprémi székhellyel megvan, és ezt műveljük csapatban. Szolnoktól Szombathelyig vannak helyi képviselőik, tehát nem csak Veszprém városra és a megyére koncentrálunk, hanem vannak úgynevezett helyi képviselőink, akik segítik az értékesítési tevékenységet, és a legfőképpen az ügyfelek problémáinak a olyan értelmű kezelését, hogy a kárrendezéssel zárul a mi tevékenységünk. Nem azt jelenti, hogy bekötünk egy üzletet, mert azt már interneten is meg lehet kötni, jól vagy rosszul, hanem a folyamatot végigvisszük, és az ügyfeleknek a kárrendezésbe is segítünk.
ezt értéket, vagy hozzáadott értéket, amelyet értékelnek is az ügyfeleink, mert elvándorlás nincsen, akiket mi annak idején megszereztünk, és a napjainkban is megszerzünk ügyfélként, azok hűségesek hozzánk, és mi is igyekszünk őket hűségesen teljes szakmai hozzáértéssel kiszolgálni. Veszprémben van a cégközpont, ahol most vagyunk a Veszprém Orgonaut 3-ban. Az elérhetőségeink azok megtalálhatók honlapunkon, a www.agape2000.hu-n. Általában el is érnek minket az ügyfelek, de a személyes kapcsolatnál fontosabb, ami üzletpolitikánkban nincsen. A személyes kapcsolattal tudunk mindenkinek közvetlen segítséget adni, és a nevünkben is benne van, hogy Agape 2000, az Agape 2000 az egy a 2000-nek a hozzáadásával létrejött segítő tanácsadó cég, ami az Agape szó maga, ógörög szó, karitativitás segítséget jelent, átvitt értelemben szeretett lakomát is, ha szó szerint nézzük, de mi tényleg segítjük az ügyfelet, és komolyan veszük az Agape kifejezést. Amit még el kell mondanunk, hogy, vagy mondanom, az tulajdonképpen az, hogy kompozit biztosítási alapú cég vagyunk. A kompozit az azt jelenti, hogy mindennel foglalkozunk, tehát a kötelező gépjármű felelősség biztosítástól, az utas biztosítástól, a vezetői felelősség biztosításig, az építészés, építési tanácsadók biztosításáig, a közbeszerzési tanácsadók biztosításáig, tehát olyan speciális szakmai és mérnöki felelősség biztosítás sokig eljutva a mezőgazdasági támogatott növénybiztosításokon keresztül, ami az ügyfeleknek minden igényét le tudja fedni. Hozzá nagyon sok ügyfél úgy került üzleti kapcsolatba, hogy a kárát rendeztük el neki, vagy olyan technikai ügyét, hogy ő neki nem jól intézte a korábbi biztosítási ügyintézője a zsebbét érintő kérdéseit, és azt mi le tudtuk rendezni, és onnantól kezdve hűséges hozzánk, és ezzel segíti a cégünk gyarapodását. Minden évben, ami elég nehéz feladat, minden évben legalább 5%-os díjnövekményt értünk el, még a válság éveibe is, és ez úgy gondolom, hogy egyedülálló, és a folyamatos munkának az eredménye az, hogy minden nap rendelkezésre állunk, több segítünk, ügyviteli munkatársunk áll rendelkezésre, központilag, telefonon, e-mailen. Az ügyfelek ezt értékelik, mert megkapják azt a elvárt segítséget, ami akár egy biztosítási zöldkártya kiállításába, a külföldi utazás esetén, vagy egy betegségbaleset biztosítás külföldi utazáshoz rendelkezésükre áll. Tehát mindent egy helyen. 20 vagyunk együttműködési megállapodásban, és még egy sem vonta föl nekünk, kivéltel, hogyha megszűnt a biztosító, mint az Astra. Egy sem vonta föl az együttműködési megállapodást, tehát jól tudunk együttműködni a biztosító társaságokkal is, és úgy gondolják, hogy mi őket is jól képviseljük. Holott a mi tevékenységünknek a lényege az, hogy fogyasztóvédelmi szempontból is kizárólagosan az ügyfél oldalán állhatunk. Míg egy biztosító saját munkatársa, ha olyan vitás ügyre kerül a sor, akkor csak a biztosítóját képviselheti, súgni súghat az ügyfélnek, de ez nem hivatalos. Mi meg hivatalosan képviseljük az ügyfelet, ahogy itt a riport előtt is elhangzott, egy ügyfelemmel éppen holnapi nap folyamán a biztosító kárszékértőjével felülvizsgálatra megyek, egy egyszerű lakásbiztosítás, de régi jó ismerősöm, mert a Veszprém megyei állami építőipari vállalatnál volt ő is fő építésvezető, akinek a dolgába segítek, pedig nem egy nagy vállalatról, vagy egy nagy önkormányzatról van szó. Ezt értékelik, biztosítást azt tudom mondani, hogy a hülye is tud kötni. Azt nagyon kevesen. Nekem is ehhez folyamatosan tanulnom kell. Képzem magam, hál' Istennek a fiatalságos. A fiam 7,5 év után Londonból hazatért, és 3,5 éve most már a cég
ügyeit segíti, és hál' Istennek olyan technológiákat, technikákat tud ő hozzáadni a cég pozitív értékeihez, amelyeket én már a koromnál fogdolásra lennék képes. Ami jelenleg nagyon fontos az ügyfeleink számára, a éppen aktuális sláger téma, az építész, tervező és kivitelező, az egyszerűsített lakásépítésekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás. Ezt mi műveljük, sokat adtunk el belőle, nagyon sok volt építészbarátom, meg jelenleg építészbarátom is keresett ilyen ügybe, hogy ebben segítsek nekik. Megoldottuk generál kivitelezőkre, most éppen egy 4 milliárdos budapesti építészszerelésbiztosítás, lakásépítészszerelésbiztosítás kötöttünk. Tehát a piac halad előre, a beruházások folyamatosak, mi nekünk a munkánk azáltal tud folyamatos és erősödő lenni, hogyha a gazdaság is valamelyest halad. És ennek jó nagy fokmérői vagyunk, mert amikor vagyonadatokat szolgáltatnak, meg gazdasági adatokat ezek a cégeink, akikkel kapcsolatban vagyunk, és ez 10 000 ügyfél regionális szinten, akkor abból már le tudjuk mérni, hogy gyarapodásban vagy csökkenés van a vállalkozásoknak a vagyonértékeiben. Úgyhogy egy jó szondái vagyunk mi ennek a gazdasági elemzésnek, és érzékeljük azt, hogy előremutató tendenciák vannak. Ami nagyon fontos még az életbiztosítás, személybiztosítás tekintetében, különböző egészségbiztosítások, a magyar állami egészségügy nem áll a helyzet magaslatán, ezt mindenki tudja, de voltunk Budapesten előadáson, ahol elmondták, hogy ez egyedül a közép-kelet-európai térség volt, szocialista országai nem veszik tudomásul, mert Londonban is magánegészségügyi szolgáltatásokat vesznek igénybe azok, akik nem akarnak visszakerülni a normális, illetve az általános folyamatokba. A legtöbb helyütt az egészségügyi ellátás az úgy zajlik, hogy a sürgősségi egészségügyi ellátás van állami szinten megoldva, a magánegészségügyi ellátás, mert mindenki a anyagi tehetsége szerint meg tudja oldani. Hál' Istennek a cégeknek a kafetérián kívül el tudjuk ezt adni adómentesen és a dolgozók részére TB-mentesen, csoportosan is, és sokan igénybe is veszik most jelen pillanatban, ez a sláger, keresik, és a munkaerő megtartásnak egy jelentős eszköze, hiszen már, hogy most 750 forintos vagy 760 forintos órabérrel egyik helyről a másikra csábítsák a szalag mellé az embereket, az már nem megfelelő munkaerő megtartó hatású, hanem plusz olyan kiegészítő szolgáltatásokat is kell adni a munkáltatóknak, amelyeket a dolgozói, a családtagjai tudnak használni, értékelni, és a cégnek nem kerül többe. Tehát olyan értelemben, hogy a TB költségeket megspórolják szemben többi kafetéri elemmel, ahol már jelentős adóterheket kell elviselni ezzel kapcsolatban a munkáltatóknak, meg a dolgozóknak is személyi jövedelem adó következményei is vannak. A nyugdíjbiztosításban nagyon szépen haladunk, ott ugye 20% adójóváírás van, aki saját maga köt ilyen szerződést, tehát mindenki csak egyéni magánügyfél köthet. A 20% adójóváírással jelentős többlet eredmények, hozamok érhetők el egy minimum a nyugdíjkorhatár előtt 10 évvel lévő ügyfél részére. Azt szoktam mondani, aki már 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kezd el takarékoskodni, az már nagyon-nagyon sok összeget kell, hogy félretegyen, erre is van lehetőség, de az a tanácsos, hogy a 10 éven túl a nyugdíj előtt nekiáll valaki takarékoskodni, én azt mondom, hogy inkább 20-25 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kell elkezdeni ezeket a takarékoskodásokat. Nekem személy szerint is van még olyan adójóváírással engedélyezett önkéntes nyugdíjbiztosításom, amelyet mindaddig fizethetek, és mindaddig kapom a 20% adójóváírást, ameddig én egyáltalán a cégből, amelynek tulajdonosa is vagyok 50%-ba, valamilyen szintű bért, illetve
adóval, tehát személyjövedelem adóval kapcsolatos juttatást kapok. Tehát ha van személyjövedelem adóm, akkor annak van adójóváírása is. Tulajdonképpen összefoglalva 22 biztosító termékeit, a személybiztosítástól, a vállalkozói vagyonbiztosításig, a felelősi biztosításig értékesítjük, de bőségzavara nincsen nálunk, mert nem vakvezet világtalan esete van, hanem a szerződéseknek a elektronikus szabályzatával, vagy a papír alapon megjelent szabályzatából mi kivonatosan meg tudjuk adni a kedves ügyfélnek azt a lényegi információt, amit neki ismernie vagy tudnia kell. A legtöbb ügyfelünk már csak annyit tud, hogy az Agape 2004 van biztosítva, holott mi nem egy biztosító vagyunk, hanem mi egy tanácsadó, szolgáltató cég vagyunk, aki üzletet köt és kárt rendel és szolgáltat és segíti folyamatosan az ügyfelet. Ebből adódóan úgy gondolom, hogy hasznos a tevékenységünk, az ilyen jellegű biztosítási alkuszok száma országosan egyre csökken sajnos, vannak összeolvadási folyamatok, amit én azért annyira nem helyeslek, mert jó lenne, ha sok kicsi, értelmes, az ügyfélhöz közel álló biztosítási tanácsadó lenne, és nem lennének ezek a beolvadások. Mi tagjai vagyunk az Országos Alkusz Szövetségnek, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének, sőt az üzlettársam Ócik András annak az öttagú vezetésében is benn van. Én meg az oktatási szekciónak vagyok a tagja, tehát az oktatás fontos, a továbbképzés fontos a munkatársaink számára. Amit én gondnak látok a szakmában, és ezt hangoztatom is több helyütt, az a utánpótlás, hogy a fiatalok nem, vagy nem a hagyományos biztosítási alkuszoknál helyezkednek el, hanem beszervezik, becsábítják őket a MLM-es biztosítási rendszerekbe, ahol 5-6 biztosítás megkötését követően kipelögnek, és örökre meditálják a biztosítást ők is, meg azok is, akiket beszerveztek, vagy akiknek kötöttek biztosítási szerződést. Hamis eladás technikai és hamis módszerekkel ez az utánpótlás jelentősen gyengíti, holott kellene képzés, kellene olyan szakszerű képzés egyetemen, főiskolákon, ahol ezek megszervezhetők lennének, és utána hivatalos biztosítási utánpótlás is lenne, de most jelen pillanatban 30 éve ilyen képzést nem tudott megszervezni senki, illetve úgy vagyunk, hogy egyikünket se úgy tanítatott apánk, anyánk, hogy mi biztosítósok legyünk, hanem átképeztük magunkat, vagy átkerültünk ebbe a szakmába, tehát a szakma képviselői, vezetői a biztosítási alkuszoknál is jellemzően, vagy még a biztosítási cégeknél is, akik vezetők, valamire kiképzett emberek, és utána átképezték őket, tehát ilyen szervezetképzés jelenleg sincs. Úgyhogy a cégünk szempontjából én úgy látom, hogy jól megalapozott a jövőjét is figyelő biztosítási alkusz cég vagyunk, aki az utánpótlásáról is gondolkodott, és a folyamatosságról is. Jellemző, hogy a évente megjelenő kiadványban, ami a biztosítókat és a biztosítási alkuszokat is rangsorolja, mi az első 100-ban vagyunk az alkuszok között, és tehát ha az országosan is említésre méltó alkuszok közé, biztosítási tanácsadók közé sorolnak minket.